Azt hiszem, kicsit sokat lett a tej a kávémban, és most már inkább csak kávéstej. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban egy könyvesboltról lesz szó, mégpedig a Book Up könyvesboltról, de csak így a törzsves elújkártyát tudom mutatni. Igazából nem tudom, kicsit ilyen ad-hoc jellegű ez a videó. Szóval, amióta én fönn vagyok, fönt lakok félig meddig Budapesten, azóta így kicsit úgymond több könyvesboltba is van lehetőségem elmenni, mert itthon nekünk kettő darab van, Pesten vannak sokkal kózibb könyvesboltok is, nyilván, hogyha valami olyan volt itthon, meg tudtam venni, nem arról van szó, csak hogy így Pesten több felé lehet barangolni, na? Hát igazából volt félig meddig egy ilyen ötletem, hogy akár lehetne olyan videókat is gyártani erre a csatornára, hogy mondjuk elmegyek egy-két könyvesboltba, és azokról készítek videót, szóval ez egy ilyesmi videó lesz, de egy kis kontextus még. Tavaly egyébként novemberben Eszti hívott engem egy ilyen könyvesbolt túrára, hogy menjünk körbe, és öt könyvesboltot megnéztünk, amik közül az egyikről kiderült, hogy én ismertem előzetesen is, mert ugye én nem nagyon mászkáltam még így szabadon Pesten. Mielőtt így felköltöztem volna. És ekkor volt, hogy én először jártam a Book Up könyvesboltban, ami ugye három könyves kiadónak így a közös könyvesboltja, és ez igazából egy ilyen pop-up könyvesbolt volt, és tök más helyen volt, mint most, tehát hogy ez egy ilyen ideiglenes, tényleg ilyen pop-up könyvesboltként működött, csak hát gondolom annyira bejött maga a dolog, hogy végül most áthelyezték egy másik helyre, és most már rendes, fix könyvesboltként üzemel, amennyire én tudom. Pont úgy jött ki a lépés, hogy én könyvhéten vettem, kétszer is egyébként, ettől a három kiadótól, három kiadón belül könyvet, mert nem egy napon vettem meg a két könyvet, hanem két külön napon, úgyhogy két darab ilyen 25%-os kupont is kaptam, mert a könyvhéten vásárlások mellé kaptál a kiadóknál való vásárláskor ilyen kis kupont a könyvesboltjukba, és pont kellett vennem egy ajándékkönyvet, úgyhogy így célirányosan úgy voltam vele, hogy jöttek, akkor megnézem, hogy ebből a kínálatból van-e valami, ami szóba jöhet. Volt, úgyhogy szépen elbarangoltam az új helyszínére a könyvesboltnak, mivel hogy ott én még nem jártam. És ha már mentem, vittem magammal a kamerát. Egyébként ez kicsit ilyen eszti ötletlopás, ugye, mert amikor voltunk a könyvesboltos barangoláson, ő vlogolt róla, csak szerintem nem vágta meg még a mai napig sem azt a videót, úgyhogy ezt így bocs, loptam a dolgot. De új helyen van a könyvesbolt, szóval ott még nem jártam. Na mindegy, alapvetően, mindjárt mondom az infókat, szóval kicsit ilyen infósabbra terveztem ezt a videót nyilván. Tehát, hogy akkor ugye a Book Up könyvesbolt, az három kiadónak a könyvesboltja, és úgy három kiadó, hogy több kiadótól vannak benne könyvek, de ez a három kiadónak a kiadó csoportjai. Tehát ezt így kell értelmezni. Hú, lehet mindjárt még egy eszpresszót nyomok ebbe a tejbe. A kiadók, amik ebben a könyvesboltban kapható, a kiadóktól származó könyvek, amik ebben a könyvesboltban kaphatók, a 21. század, értelemszerűen a Next 21 is, ami ugye ugyanaz a kiadó, az Animus, a Central, a HVG könyvek, annak a junior változata és a Lampion könyvek. Maga a könyvesbolt az a Pozsonyi út 23 alatt van, tömegközlekedéssel egyébként tök jól megközelíthető, én annak mindig örülök, ha nem kell 8 helyen átszállnom, hogyha valahova el akarok menni, és egyedül vasárnap van zárva. Nagyon kis cuki volt, tehát amikor voltunk Esztivel novemberben a másik helyszínen, ott kevésbé volt szerintem ilyen kózi-kózira megcsinálva, tehát most például volt ilyen kis olvasósarok kialakítva, volt ilyen kis fotel, ahova gondolom le lehet ülni. Alapvetően nagyjából hasonlóan néz ki a berendezési dizájnja, csak mondom, kicsit ez most kózibbnak tűnt nekem ezen a helyszínen, úgyhogy így kicsit körbenézegettem, de igazából célirányosan mentem egy könyvre itt. Amúgy pont azt fogtam ki, hogy ebben a Book Up könyvesboltban vannak ilyen heti akciók, ami azt jelenti, hogy a három kiadótól, a három kiadó csoporttól, a csoportoktól minden héten választanak egy-egy könyvet, ugye a HVG 21. század, meg az Animus Central, az nem tudom pontosan melyik a főbb, és melyik az al. És azok ilyen heti akcióban vannak, és az 25%-a kedvezménnyel kapható a helyszínen, a boltban is. Ugye eleve lehet a webshopjukban is rendelni, és az a boltban ingyen átvehető, de ha mondjuk csak bemész nézelődni, és mondjuk pont a heti akcióban van könyv, akkor
kapható 25% kedvezményet. Tehát így a kuponom feleslegessé vált ilyen szempontból, mert ugye más akcióval nem összevonhatós kupon volt, de hogy ez így tök véletlenül jött ki, szóval ha nem is lett volna a kuponom, akkor is meg tudtam volna venni akciósan azt a könyvet. A másik, hogy akkor regisztráltattam is egy törzsvásárlói kártyát, ami, ha jól értelmezem, alapvetően 15% kedvezményt biztosít vásárlásonként, meg ugyanúgy lehet pontokat gyűjteni, és azokat a pontokat utána be lehet váltani könyveknél az ár egy részére. Ilyen 100 forint egy pont, és akkor a max a könyv árának a felét lehet pontokkal kiváltani. De ezt lehet, hogy rosszul mondom, a honlapon minden le van írva, hogy hogy működik. Ami miatt nagyon előnyös, hogy tehát nekem például a legközelebbi könyvesbolt a tartózkodási helyemhez képest Pesten az egy Libri. De próbálok kicsit tudatosabban én is, ha már van ennyi könyvesbolt, amiből válogathatok, meg egy csomó kiadótól lehet ingyenes átvételi pontokra rendelni Budapesten belül, ezért próbálok kicsit tudatosabban én is, hogyha vásárolok könyvet, vásárolni. Nyilván könyvhéten közvetlenül a kiadótól tudtam megvenni mindent, azért is volt két kuponom, mert ezt a két könyvet külön vettem meg külön napokon, de ugye az egyik centrálos, a másik lampionos. A Lampion az talán az Animusnak az imprintje. És hát mivel időn felől teljes mértékben ráértem, ezért nyilván elmentem messzebbre is, hogy be tudjak menni ebbe a könyvesboltba, és azt az adott könyvet helyben ott vegyem meg, aminek ugye az az előnye, hogy sokkal nagyobb a nyeressége a kiadónak a saját maguk által üzemeltetett boltban eladott könyvektől, mint egy terjesztőtől származó eladásból, mert ugye alapesetben a legtöbb ilyen könyves terjesztőnél én azt hiszem, hogy ilyen 50%-ot levesznek. Tehát az 50% marad a terjesztőnél, és a maradék megy a kiadóhoz. Legalábbis én úgy tudom, hogy nekem az én könyveimmel így van a leszerződve, ahova le vagyunk, hogy 50%. De ezt apa jobban tudja. Igen. Szóval ezentúl igazából, hogyha ezektől a kiadóktól akarok vásárolni, akkor biztosan ebbe a könyvesboltba fogok elmenni, főleg, hogyha még itt tényleg van időm is elmenni, mondjuk este 6-ig nyitva van, szóval azért viszonylag elég jól el lehet oda jutni. Ahogy mondtam, akár online is meg lehet előre rendelni hozzájuk a könyveket, ingyenes átvétel van, kiszállítás nincsen, tehát csak az lehet, hogy a boltban átveszed, de összekészítik neked a könyveidet. És ha már BookUp könyvesbolt, és itt emlegettem a kiadókat, akkor egy nagyon mini ajánló rész, hogy mondjuk milyen könyvek vannak az adott kiadónál, hogyha valakit azok érdekelnek, és mondjuk szeretné a saját könyvesboltjukban megvenni őket. Most ugye a Centrál könyveknél vannak az Emily Henry könyvek, meg a 24. század ugye adja ki a Christina Laureneket, amik nekem személy szerint nincsenek meg, viszont már én is olvastam többet, és szerettem őket. A 21. századtól két darab könyvem van, amik még nekem annó recenziós példányok voltak. Az egyik az Akarsz beszélni róla, ami egy ilyen önsegítő kötet. Mindig elfelejtem, hogy ebből amúgy van adaptáció. Szóval ez egy ilyen, egy pszichológus írta, vagy terapeuta, egy terapeuta írta, tapasztalatok, kis sztorik is vannak benne. Tehát van egy kis sztori vonala ennek a kötetnek, így saját magával kapcsolatban kicsit, illetve vannak az saját eseteiről sztorik benne, és ezt egy kicsit ilyen, kevésbé ilyen nagyon száraz módon adja elő, hanem kicsit kerekített hozzá egy ilyen történetesebb vonalat. Én egyébként ezt a könyvet szerettem. Valószínűleg jókor is olvastam. Amit nagyon-nagyon szerettem, Lucy Foley-tól a Vadászparti, azóta meg tőle jelent meg több krimi thriller könyv is, ez azt hiszem thriller is. Ez egy szilveszterkor játszódó thriller, és a baráti társaság nyara az szilveszterezik az Isten háta mögött, és az egyikük meghal reggelre. Ja, két idősíkon narrálódik igazából a történet nagyjából. Az emlegetett könyveim, az egyik Emily Henry-től az Könyvek szerelmesei, ugye a Centrálnál jönnek, ez ugye már a Centrál könyvek, a Centrálnál jönnek ki az Emily Henry kötetek, erről nemrég volt vlog is a csatornán, és hát ott valami kiadóváltás kapcsán a Nagyfolyók haragja trilógiának a második és harmadik része is az Animuson belül, a Lampionnál jelentek meg. Egyébként ez mind három olyan, hogy könyvhéten vettem őket, tehát a könyvesboltban igazából még csak most vásároltam először azt az ajándékkönyvet, amit vettem, ami az Egy olasz nyár, de már vásároltam a kiadótól közvetlenül, mert mint minden könyve, ami vásárolt, az közvetlen kiadótól volt véve ezek közül, mert hogy ugye könyvhéten tőlük tudtam megvenni. És akkor ugye ez a második és a harmadik részes Marvóza sorozatának.
A HVG könyvektől pedig saját példányom nincsen, amit tudom, hogy olvastam, és náluk jelent meg magyarul, az például Michelle Obamának az önéletrajza, ugye a HVG az inkább ilyen ismeretterjesztő, ismeretközlő könyveket ad ki, sem mint ugye fikciót. Illetve ami azt hiszem, és a Barack Obama önéletrajz is náluk jelent meg szerintem nagy valószínűséggel, úgyhogy engem még az érdekelne egyébként így. Csak 700 oldalas és batár nagy, de az igazából lényegtelen. Ugye a 21. századon belül vannak még a kultkönyvek, amik ugye azok a nagyon szép kiadások, az Animusnál természetesen a Harry Potter, és igazából az a jó, hogy ahogy ez a három kiadó összeállt, egy teljes skálát ad ki, tehát ugye van ismeretterjesztő könyvük, van gyerekkönyvtől kezdve felnőtt köteteken át minden. És nagyon-nagyon cuki a kis könyvesbolt, úgyhogy szerintem nagyon kis aranyos az egész, olyan kis, szóval olyan kis otthonos. Meg ez a sötétkék tematika egyébként nagyon jól néz ki a dizájnjukban is. Úgyhogy igazából ennyi lett volna ez a mai videó a BookUp könyvesboltról. Nem tudom, hogy ebből lesz-e valami videósorozat, vagy ez ilyen egyszerű alkalom volt, attól függ, hogy majd járkálok-e könyvesboltba, és veszek-e valamit, és mondjuk arról így tudok-e valahogy valami meglátjuk, hogyha erre így esetleg van igény, akkor egy ilyet lehet ebből csinálni. Igen, nem tudom, kedvenc kis könyvesboltjaim cím alatt, vagy valami hasonló tematikában. Szóval én ennyi lettem volna mára ezzel a videóval. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlátok a következő alkalommal!